Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében. Nagyon nagy megtiszteltetés számotokról, Sándor részéről, hogy mindjárt elsőként állhatok elétek, és bátorítottak benneteket. És köszönöm Istennek is, hogy elkészítette a szívemet. Én nem tudtam, hogy itt fogok szolgálni, de mindig tiszt a szívem, és tele van hálával elmondani másoknak is azt a sok jót, amit tesz velem Jézus Krisztus nap, mint nap. Az a nap, amikor itt álltam, van, aki emlékszik is rá, amikor itt összetörtem, és meghaltam a régi énemnek, és itt kaptam új életet, és feltámadtam Jézus Krisztussal. Azóta nem tud senki megállítani, nem tudnak leállítani, próbálkozik a sátán, dolgozik, ellenem dolgozik, de mivel, hogy élő kapcsolatom van nap mint nap Jézus Krisztussal, ezért nem félek olyan területekre bemenni, ahol veszélyes, ahol nehézségek vannak, mindig a Jóistenre bízom az életemet, és az ő tanácsára figyelek. Szeretném megkérdezni, hogy mennyire merüljek be, hány percet lehet szolgálni? Hogy az Úr a szívedre bízom. Dicsőség Istennek, nem fogok nagyon hosszú lenni, a lényeget el fogom mondani. Először is szeretnék köszönetet mondani nektek, testvéreimnek, akik abba a családba tartoztok, amelybe én, Jézus Krisztus családjába, hogy imádkoztatok értem. Egy hónapja telt el, megígértem nektek, hogy be fogok számolni, hogy mi történt velem egy hónap alatt. És az egyik drága testvére, hogy bejött, mondja, hogy nem csuklottál. Nem szoktam. Azt mondja, hogy emlegettünk. Dicsőség Istennek. Nagyon örülök neki. Megpróbálom, interneten is vannak szolgálataim, bizonyságtételeim, és megpróbálom az emberekkel nap mint nap megosztani azt, amit én látok, ami történik velem, ott a temetőben. Mivel, hogy az az én területem, Isten oda helyezett, ne haragudjatok, hogy úgy sokszor beszélek az elmúlásról, beszélek a temetőről, Isten engem oda helyezett, ez a munkahelyem, testileg is, lelkileg is. Ott szolgálom az Urat, és ezt megmondom őszintén, hogy jó kedvel teszem. Mert nagyon szeretek beszélni, nagyon büszke vagyok Jézus Krisztusra, és megpróbálok mindent megtenni, hogy őt magasztaljam, őt dicsérjem, és erről szeretnék mondani egy néhány szót, hogy mi történt velem egy hónap alatt. Két dolog miatt próbált a sátán megakadályozni, hogy ide jöjjek közétek, amikor olyan nagyon vágytam a szívem, de olyan vágy volt, hogy ott legyek köztetek, járuljak az Úr asztalához, mindig megalázkodok Isten előtt, megüresítem magam, hogy tisztítson meg, hogy tudjam magamhoz venni a jegyeket, mert szolgáltam egy testvérrel egy gyülekezetbe, és mikor megfogta a poharat, lejött a szószékről, és azt mondta a testvérek, úgy igyatok ebből a pohárból, hogyha nem vagytok tiszták, és nem rendeztétek Istennel a bűneiteket, szaporítjátok a bűnt, és átkot vesztek magatokhoz. És voltak sokan, akik nem álltak fel, és megkönnyeztek, én is. Hát én nem úgy jöttem ide, hogy nem akarok járulni az Úr asztalához, mert készültem. Ahogy készültem, a feleségem elém állt, és azt mondja, hogy apuka, most az egyszer, ne menjek a Málóba. Mondom, hogy miért? Azt mondja, tudod, a kisebbik hugod, aki Erdélyből jött át Magyarországra, hisz mi Romániából valók vagyunk, Erdélyből, és négyen vagyunk testvérek, és mind a négyen ott vagyunk kiskörösen Isten kegyelméből, és a legkisebbik 16 évvel fiatalabb, mint én. És
ma ünneplik az ő születésnapját. És erre eljött édesanyám Romániából, eljöttek a rokonaink, és az ő férjének a rokonai is körülbelül egy 30-40 fős, és mindenki ott lesz. És mondja a feleségem, hogy apuka, tiszteld meg a te hugodat, és ne menjél Kománóba, most ne vegyél úrvacsorát, most halaszd el. És én szólnék, azt mondtam, hogy ez lehetetlen. Én annyira szeretem a mesterem, hogy nem tehetem meg. És egy az igé jutott eszembe, aki jobban szereti apját, anyját, fiútestvéri, nőtestvéri, a gyermekeit, mint engem, az nem lehet az én követőm, az én tanítványom. És mondtam, hogy minden költséget, amit kell adni vagy vásárolni, mindent állok. Én el fogok menni 12 órára, és ott leszek fél egyig, ha egy picit ide is kések, elfogadom az ebédet, de nem tudok közösséget vállalni velük. Ők sajnos még világiak, mert nekem ide kell jönni. És jött a hugom, jöttek a rokonok, és kezdték mosni a fejemet, hogy ne csináld ezt, pont te vagy az, aki nem jössz, a nagy testvér, én vagyok a nagy testvér, én vagyok egy fiú a családba. És azt látom, hogy a sátán mindent megtett azért, hogy ne jöjjek. De itt vagyok. A másik akadály, ami jött még, hogy nem szoktunk vasárnap temetni. És meghalt a városunkban egy iskola igazgató, agyvérzésbe is. Az egész város ilyenkor kijön a temetőbe, a diákjai, idős bácsi volt, 70 éves körül is, az összes tanár, kollégák, több ezer ember, és mivel én vagyok a temetőnek a vezetője, én üzemeltetem a temetőt, a gondnoka, hát megkérte a család, hogy tegyem meg, hogy készítsem elő ezt a temetést, és mondtam nekik, hogy ne tessenek haragudni, de nem tudom vállalni. Én hívő vagyok, én megtértem, én elfogadtam az Úr személyes megváltónak, nekem van egy közösségem, egy csoport Kománóban, akik számítanak rám, és én is rájuk, és nem tudom bevállalni. És azt mondja, hogy köszönöm szépen, azt mondja, hogy ne csinálja ezt, László. Akár mennyit kér, annyit fizetünk, oldja meg. És tudjátok, jön a sátán, hogy biznisz, pénz, hírnév. Ilyenkor kint van a polgármester, kint vannak a nagy emberek, és szépen lebonyolítjuk, és ez hírnevet szerez. És azt mondtam, hogy nem tudom elvállalni. Beszélek a temetkezési vállalattal, oldja meg, mert nekem Kománóba kell jönni. És olyan békesség lett a szívemben. Ma kimentem a temetőbe, az egyik dolgozom föltakarított, én bekapcsoltam a gyászzenét, mindent megcsináltattam már tegnap, kiásattam a sírt, és hiszem azt, még nem telefonált senki vissza, hogy nem bonyolódott ez a temetés. De itt van az, hogy jönnek akadályok, hogy eltérítsen a sátán. De nekem annyira fontos Jézus Krisztus, annyira fontosak vagytok ti, hogy ezeket inkább félreteszem, a károm is lesz benne. De tudom, hogy Jézus Krisztus ezt díjazza, és ő megért engem. Tudjátok, nagyon nehéz jönni ide egyedül. Nem akarok megbántani az én drága feleségemet, mert nem érdemli meg, de nem látom benne azt a tüzet, ami bennem van. És úgy fáj nekem, hogy telnek, múlnak hetekről hetekre, hónapokról hónapra, nem jön. És néha jön, néha nem jön. És mindig az ének bátorít, hogyha nincs is társam, akkor is követem Jézust. Nagyon nehéz egyedül jönni ide. Nagyon nehéz egyedül menni szolgálni. Szereti az én drága feleségem az Úr Jézust, de azt látom, hogy úgy elmegy imaházba, az jó, hogy aláírja a jelenlét évet. És nem tudunk sokat beszélgetni
szellemben, lélekben, nem tudjuk megosztani. Én annyi minden történik velem egy nap, és ez is kérlek, majd imádkozzatok értem, hogy a feleségem nyílnak meg a szemei. Hogy úgy szeretnék vele együtt. Amikor én megtértem, ide kihoztam, és Sándor úgy átölelte, és úgy megindult. Olyan szépen tud énekelni az énekkar, olyan csodálatos szép hangja van, és itt mindig kiállt, és olyan szépen énekelt, és most az utóbbi időben mondom neki, anyuka, úgy kérlek, hogy énekelj szép éneket. Azt mondja, hogy nem énekel. Hogyha úgy eszetekbe jutok otthon, imádkozzatok értem, hogy legközelebb már együtt jöjjünk, és fogjuk egymás kezét, és együtt vigyük a keresztet. Nem mindenki az övét vigye. Úgy érzem, hogy haladok, megyek előre, és úgy sokszor úgy eltávolodunk egymástól. Nem panaszként mondom, de hogyha ti látjátok, hogy sokszor úgy egyedül jövök, és ez így fáj nekem a szívem. És össze vagyok törve, és kesergek ezért, hogy látom a gyerekeket is, a gyerekeimet is, hogy azt mondja, hogy ne jöjjenek a gyerekik, fárasztó nekik, és úgy szeretném látni a gyerekeimet is, hogy itt lennének. Sokan kérdezik a testvérek közül, hogy hol van a nagyfiam? Van egy 18 éves fiunk, annak, amikor volt a nagy balesete, akkor törtem én össze, és még soha nem volt itt. Még nem látta senki. Mindig kérdezik, hogy nem láttuk a nagyfiat. Úgy fáj nekem. 18 éves van barátnő, nem tudok neki parancsolni. Hozza oda a világi lányt. Megmondtam neki, hogy itt nem alhat. És tekereg, és meg úgy szófogadó, de látom azt, hogy hozza nagyon a világ. És mivel, hogy Nem egy szív, egy lélek vagyunk a kedvesem, a feleségemmel, azt mondja, apuka, ha nincs kedve, akkor nem jön. Ez nem így működik. Az én édesanyám, aki most itt van Magyarországon, az, én azt mondtam, hogy én nem akarok menni imádatba, akkor jól elvált. És zsírva mentem imádni. És tudjátok, minden éjjel, mikor fölébredek, azok az énekek, amiket ott énekeltek, abban a pici imaházban. Csengedek a fülembe. És ilyen, amikor nem tudok aludni, ezek az énekek visszaemlékeztetnek Isten szeretetére. És így szeretném én is nevelni az én gyerekeimet, a drága feleségemmel együtt közösen. Ezért kérlek ma, hogy imádkozzatok, és én hiszem azt, hogy legközelebb ő is itt lesz, és ő is fog szolgálni. A másik, amiről mondtam, hogy beszámolok, az történt, hogy én kaptam egy kijelentést Istentől. Ezelőtt egy hónapban én ezt elmondtam nektek, hogy egy éjjel fölébredtem, és már nem aludtam, és megjelent az ágyam előtt Jézus Krisztus. És megmutatott nekem egy tervet, amit mérnöki precizitással, amikor fölkeltem, én leírtam és lerajzoltam, hogy építs László egy édenkertet, a mását, a kiskörösi, városi temetőben. És nem haboztam, fölkeltem reggel, elmentem a főnökömhöz, aki üzemelteti a temetőt, az igazgató, az esperes úr, és elmondtam neki, hogy én mit kaptam az éjszaka, és ő áldását adta rá. Azt mondja, hogy hogyha akarja, akkor csinálj, hely a szabad, adok egy helyen. És az a helyet is Isten megmutatta. És úgy képzeljétek el, hogy pénz nélkül, de hittel, nekifogtam ennek az édenkertnek a megvalósításához. És szorosan élő kapcsolatba kerültem Jézus Krisztussal, és nap mint nap, ahogy csinálgatom, mindig mondja, hogy mithogy csináljak. És úgy képzeljétek el, hogy az út végén van egy kapu, a temetőnek, hogy befejeződik a vége, ott van egy kapu, és mindent mérnöki precizitással, beszéltem egy kovácssal, megcsinálta a boltívet, és a kerítéseket, az oszlopokat,
És egy néhány napja ezelőtt megkeresett, fölhívott egy újságíró, és azt mondja, hogy szeretne megkérdezni, hogy mi történik ott a temetőben, mit csinálok. És mondtam neki, hogy hát jöjjön ki, és elmondom. És kijött egy mikrofonnal, és bizonyságot tettem Jézus Krisztusról. És elmondtam, hogy mit kaptam, és Isten kegyelméből nem dicsekvésként mondom, mert nem ezen múlik az üdvösség, hanem a kegyelmem. Az újságban meg is jelent a helyi újság, hogy édenkert készül a temetőben. És egy fél oldalt írtak róla, egy néhány sort beleolvasok. Egy édenkertet álmodott meg Fazekas László, temetőgondnok, az evangélikus temetőgondnoka. Azt mondja, evangélikus fenntartású köztemetőben. Mint Laci mondja, a Jóisten azért helyezte ők ide 20 évvel ezelőtt, hogy alkosson. Ez van a címlapon. És leírja az újságíró, amit én úgy elmondtam, és úgy képzeljétek el, hogy szinte Isten mindig mondja, hogy most és most mit tegyek. És most egy néhány nappal ezelőtt ebben az édenkertben úgy lehet bemenni, van egy boltéves kapu, amit befuttatok rózsával és borostyánnal, legyesen, hogy az télen-nyáron mindig legyen zöld. És a bejáratának a közepiben van egy oszlop, és arra úgy kapta meg a Jóistentől, hogy egy gránitból egy nyitott Bibliát ráhelyezni, így mint ez az asztal van. És egyik oldalára, hogy ki van nyitva a Biblia, az legyen írva, hogy az életkönyve, a másik oldalára meg Jelenések 3:5, amit föl is olvasok nektek, hogy ez a győztes hozzám tartozik. És úgy képzeljétek el, hogy ez egy ilyen gránitból egy kivésett, egy ilyen nagy könyv, az körülbelül 300 és 500 euróba kerül. És hát hogy lehetne ezt megszerezni, vagy megvalósítani, hát kiadna erre pénzt. És úgy képzeljétek el, hogy azt mondja a Szentlélek, hogy most délután el kell menni Kecskemétre, egy hatalmas nagy kőgalériába, valami követ kellett hozzak egy másik sírhoz, és elmentem, és ott, hogy járkáltam a kövek közt egy óriási nagy telepen, megláttam ezt a könyvet, egy raklapon, és gyönyörűen még az oldala is, mind a lapok a Bibliának, egy nagy gránit könyv, és menjek a főnökhöz, és mondom neki, hogy nekem ez a könyv kell, azt mondja, mit akarsz vele csinálni? És bizonyságot tettem neki, ott az udvaron, a könyv mellett, és mondtam, hogy én elfogadtam az Úr Jézus Krisztus személyes megváltónak. És egy éjszaka kaptam álomba, hogy nekem meg kell építsem az édenkert mását, és a bejárathoz szükségem van erre a Bibliára, erre a gránit könyvre. Azt mondja, hogy ez nagyon sokba kerül, mondja nekem, hogy hát baráti alapon odaadom 300 euróért. Hú, mondom, hát amit vásároltam, nem maradt csak 2000 forintom, hát az nagyon kevés, mert bevásárolom az összes pénzemet. Hát mondom, nekem nincs csak 2000 forintom, én nem tudom ezt megvenni, de tedd félre, és megpróbálom összegyűjteni rá a pénzt. És úgy képzeljétek el, hogy úgy örültem, hogy megvan ez a könyv, és ez lesz a temető közepén, a kapu bejáratán az életkönyve, ezt be is írjuk nagy betűkkel. És ott, ahogy mennek el az emberek, ott megállnak, és látják ezt a gyönyörű alkotást. És úgy képzeljétek el, hogy amit vásároltam, úgy elbeszélgettük az időt, hogy felit pakoltam be az árunak, de a teljes összeget fizettem ki. És amikor hazaértem, ez 60 kilométer, végig imádkoztam, és mondom, Uram, megvan az életkönyve, de most már csak azért imádkozok, hogy legyen az enyém, hogy az kerüljön a helyére. És úgy képzeljétek el, hogy amikor hazaértem a temetőbe, hogy pakoljam ki a köveket, akkor láttam, hogy hát fele van meg. Elmondom, ilyen érdekes, hogy saját magam csaptam be. És tudjátok, azonnal, 4 óra óta, tehát 5-ig vannak itt, egy óra az út oda, azonnal visszaültem a kocsiba, és mondom, Uram, miért csinál ezt fel? Én nem csalódtam benne, most plusz kell csinálják egy fordulatot, hogy visszamegyek. És tudjátok, a Szentlélek kapcsolatban lépett velem, azt mondja, ne félj, megmutatom az én dicsőségemet. Azt mondja, ne reklamálják.
Azt mondja, menj vissza, meg fogod állni. Ah, mondom, uram, mi lehet? 2000 forinton van, hát miben mutatod meg a te dicsőségedet? És tudjátok, úgy imádkoztam végig, hogy a könyv az legyen az enyém, ez a Biblia. És amikor visszaérek, már int a főnök, hogy ott, oda a raklaphoz menjek, pakoljam be a zár. Nem kell nekem az a zár. Kikalkulálta magam, hogy elég az, ami a kocsiban van. És tudjátok, mondom neki, hogy nem kell semmi. Nem kell semmi. Nekem a könyv kell. Én a könyvig jöttem vissza. Add nekem a könyvet. Add nekem. És föltött egy kérdést. Hogy az én nevemben van én az életkönyvében. Ez a világ ember. És mondtam, hogy hitem szerint igen. És elmondtam neki a Jelenések 3:5. Aki győz, az örököl mindent. És nem húzom ki belét az életkönyvét. És lesütötte a fejét, bement az irodába, elővette a nappáját, azt mondja, vigyed a könyv. Vigyed a könyv. Tied a Biblia. Tied a könyv. Vigyed a könyvet. Oda. Oda. És tudjátok, könnyes szemekkel elhagytam a telepet, és a legközelebb is évköveshez bementem, és mondom neki, hogy én azt szeretném, hogy itt a Bibliám, hogy az legyen az egyik lapjára írva, hogy az életkönyve, a másik lapjára, hogy a Jelenések 3:5, ez körülbelül 15 000 forintba került volna, és azt mondja nekem, hogy ingyen megcsinálja. És elkezdtem a sírást, és azt mondja, hogy hónapra kész. Ezt akartam veletek megosztani, hogy így haladok az édenkert építésében, Isten munkájában. És ahogy megjelent ez a cikk, látom, hogy jönnek a temetővé, sorba állnak a kert előtt. És mindig ezt fogják látni, még nincs a helyén, mert talpat kellett ragasszak neki, hogy úgy álljon, mint régen. És oda fog kerülni az édenkert bejáratához. És ahogy leírják itt a cikket az újságíróba, hogy az édenkertbe fog folyni az élet vize, ami szintiszta kristály. És úgy megálmodtam azt is, hogy meg fogja kerülni az életfáját, egy kis patak, és ahogy leírtam az újságíróknak, hogy arany utcákat szeretnék benne, ilyen sárga, gyönyörű sárga térköveket a zöldbe, ahol az emberek sétálhatnak, és úgy kert közepébe megálmodtam egy gyönyörű szép, egy 3 méteres hófehér keresztet, amire azt szeretném ráírni, hogy értem te Jézus. Ez az én keresztem. És aki elolvas, az mindenki az övének tudja tekinteni. Úgyhogy ez történt velem eddig. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy bizonyságot tehettem a város előtt, bizonyságot tehettem az újságírónak, és leírta azt, hogy Isten engem oda helyezett, hogy alkossak. Magamtól semmit nem akarok csinálni, mindent úgy akarok, ahogy Isten rám bízza. Úgy képzeljétek el, hogy el az oszlopra, amire jön az édenkönyv, rátettem egy gyönyörű nagy vázát. És éjszaka szól a lélek, hogy azt onnan le kell venni, oda az életkönyve kerül. És akkor lebontottam. Mondom, én jobban látom, én így akartam, Úr Jézus, azt mondja, nem, oda az életkönyve kerül. Úgyhogy... Imádkozzatok értem tovább, és kérlek benneteket, hogy tudjam végezni Isten munkáját olyan örömmel. Teszek bizonyságot a kérdezőknek, akik olvassák az újságot és megkérdezik, és akkor mindjárt bizonyságot tudok tenni az én Mesteremről, Jézus Krisztusról. Ez történt velem a napokban, legközelebb egy hónap múlva, hogyha kapok lehetőséget, el fogom mondani, most több ezer ember fog jönni a napokba ki a temetőbe, mert halottak napja lesz, és nagyon szeretném, hogy már a helyén legyen az életkönyve, hogy olvassák az emberek, és ezen az oszlopon még lesznek gránit táblák, ami gyönyörű ígeversek lesznek, hogy nem mehet be majd abba a szent városba, csak azok ott az égébe, itt van az utolsó napján. Ez lesz a másik fölírat, ott a életkönyve alatt egy csodálatos ígét kapt, és megkérdezem a véleményeteket, hogy mit mondatok hozzá.
Áldottak azok, akik kimossák a ruhájukat, mert joguk lesz rá, hogy egyenek az élet fájáról. Tehát ebben a kertben lesz egy életfája, amit már felajánlott valaki, egy gyönyörű gránát, almafát. Csak javasolták, hogy tavasszal ültessem el, mert télen még kifagyhat. Hogy egyen az életfájáról, és a kapukon keresztül bemehessenek a városba. De kívül maradnak a kutyák, a gonosz emberek meg, akik varázsolnak, akik szexuális bűnökben élnek, és a gyilkosok. A bálványimádók is mindazok, akik szeretik a hazugságot és hamis dolgokat tesznek. Lehet, hogy ez botrány lesz sok ember számára, de ez az igazság. És ezt szeretném erre az oszlopra, ami lesz ez a könyv, ez alá gyönyörű aranybetűkkel, hogy felvisd, ez az igazság. És én kiállok az igazság mellett. És igazodom a igen. Mint még Isten ugye szívemmel helyezett, képzeljétek el, hogy kaptam egy meghívást a múlt vasárnap egy 100 éves jubileumra, a helyi reformátusoknak volt a 100 éves jubileum, és kaptam egy személyes meghívást külön borítékba, hogy szeretettel meghívnak erre az ünnepére. És mondták, hogy anyagi helyzet problémájuk van, mert nyomtatnak egy könyvet, és nincs meg rá a pénz, hogy nem tudnék adni kölcsön annyit, hogy kinyomtassanak 100 könyvet, mondom, adok szívesen. De mondom, egy feltétele adok kölcsön az egyháznak, ennek az egyháznak nem oda tartozom, hogy engedjék meg, hogy tegyek bizonyságot, mondjam el az igazságot Jézus Krisztusról. És volt még két hét eddig, és elmondtam a barátaimnak, azt mondják, hogy te nem mondd el az igazságot, mert téged ki fognak rúgni a temetőből. Azt mondja, hogy ott lesz, hogy 30-40 pap, és hogyha az igazságról beszélsz, ezeket fejbe fogod verni. És mondtam, hogy nem számít. Ott lesz a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, mindenki. És úgy képzeljétek el, hogy úgy mentem, vittem a Bibliám, és mondom, én most el fogom mondani az igazságot. És imádkoztam, és elmentem, 10 órakor kezdtek. Egyik oldalon oda volt írva, hogy a palástosoké. Oda már nem engedtek, nem is akartam. Beültem az emberek közé, és vártam, hogy mikor szólítanak föl, mert megígérték, hogy kapok lehetőséget. És úgy képzeljétek el, hogy mindenkit felszólítottak, a nagy, méltóságos urakat, azt mondják, hogy felszólítjuk a nagy tiszteletű püspök urat, hogy mondja el a beszédét. A méltóságos, nagy tiszteletű baptista prédikátor mondja el a beszédét. Mindenkit, és mondom, mikor mondják, hogy a Fazekas Laci is elmondhatja a beszédét. És készültem, és benne volt a szívem, hogy elmondom az igazságot. Ott volt a polgármester is, meg az összes igazgató, tanárok. Hogy elmondom, hogy én vagyok a legboldogabb ember a világon, amióta Jézus Krisztus megváltott. Mert beszéltek ők a boldogságról, mondják, hogy a Nóta is azt mondja, hogy boldog akarok én lenni. Elmondom én nektek, hogy lehet boldog lenni. És úgy képzeljétek el, hogy szomorúan kell elmondjam, hogy nem kaptam lehetőséget. Megígérték, hogy kapok lehetőséget. És ma itt, ahogy ültem, megkaptam rá a választ. Az Úr Jézus megkímélt engem. Megkímélt engem, mert én szembeszálltam volna ezekkel a vezetőimmel. És én lelepleztem volna őket, és elmondtam volna a teljes igazságot. És Isten meg akart ettől kímélni, és nem kaptam lehetőséget, de úgy szerettem volna elmondani. Olyan bátorságom volt, hogy megmondom az igazságot, hogy mi az igazi boldogság. Úgyhogy nem kaptam lehetőséget, nem érzem, hogy kudarc, mert a szívem kész volt, és kiálltam volna, és elmondtam volna az igazságot. De hiszem, hogy lesz rá lehetőség személyesen beszélgetni ezekkel a papokkal, nagy emberekkel, és szeretettel és alázattal megmondani nekik. Isten megkímélt engem. Attól, mert az én főnököm, aki a temető, az az evangélikus esperes. Tehát az egész Magyarországnak ő a főpapja. És ő az én főnököm, mert ővék a temető, én csak megbízott gondok vagyok. És Isten biztos megkímélt, nem akart, hogy megsértsem őt, vagy olyat mondjak, ami nekik nem jó. Úgyhogy így szolgálom az én drága megváltómat. Sokszor csatát kell megharcolni, megvívni. Nehéz idők is vannak, nehéz napok is vannak. Úgy a családban, mint a városban, ott, ahol szolgálok. De egy mindig megnyugtat és biztat, hogy van örök életem, és amit teszek, és ha szenvedni is kell, Jézus Krisztusért teszem.
és nem dicsekvésként mondtam ezt, mert ma megkaptuk a leckét, hogy nem ezután kapjuk meg a jutalmat, hanem kegyelemből is így által. És továbbra is szeretném alázattal szolgálni az én mesteremet, hisz tőle tanulom az alázatosságot, a szeretetet. Legyek türelmes, legyek alázatos. Továbbra is kérlek benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében. Ha rám gondoltok, akkor imádkozzatok érte, hogy hűségesen tudjam szolgálni a mesterem addig, amíg ő eljön értem és értünk. Én mindig készen várom az Úr Jézust, van egy naplom, minden nap belejegyzem, hogy merre jártam, mi történt, kik fele szolgáltam, és ott vannak az ige versek, vissza tudom nézni visszamenőleg egy évben, hogy aznap mi történt. Nagy feladat ez, de olyan jó dolog. És a könyv végén, ennek a füzetnek a végén meg van írva a búcsú levelem. Hogyha én nem jövök dolgozni, minden reggel kell menjek a temetőbe kiosztani a munkásoknak a vörök, akkor ne keressetek. Én elmentem. Én elköltöztem, értem a mesterem. Így szeretnék minden nap lefeküdni és minden nap fölkelni, hogy akármikor jönhetem Jézus Krisztus, nem akkor készülni, hanem készen várni. Hálásan köszönöm Istennek, hogy kaptam ezt a lehetőséget, hogy megosztottam veletek az én bizonyságtételemet, és köszönöm, hogy olyan türelmesen figyeltetek, ez az igazság. Én mindig őszintén el szoktam mondani, a világnak nem tetszik, hogyha őszinték vagyunk, és megmondjuk az igazságot. Az egyik pap egy temetésen beszélt, és az az ember nem volt megtérve, és együtt prédikálta a mennybe. És amikor fogtam így a keresztet, és vittem a sírhoz, és a pap mögöttem volt így a Bibliájával, és mondom neki, hogy ne haragudj, tiszteletes úr, de te nem mondtál igazat. És azt mondja nekem, hogy te a pokol tüzére fogsz kerülni, mert nem tartozol egyik egyházhoz se. És mondom, tiszteletes úr, ne haragudjunk, de szemedben meg kell mondjam, hogy te olyan vagy, mint ezek a sírok. Ezt mondja Jézus. Fogta a Bibliát, azt mondja, mindjárt hozzád vágom, mondom, nyugi, én csak szeretettel mondtam. De ez az igazság. És azt mondja az Úr Jézus, hogy jaj, néktek papok. Azt mondja, ne posztancs, mert nem tudom elprédikálni, azt mondja, mert fölidegesítették. De nem idegesíteni akarlak, de én az igazságról teszek bizonyságot. És mondom, ti nem szerettek engemet, azért, mert megmondom az igazságot. De mondom, nem mondtál igazat, most nemet is posem. Mondom, beprédikálatod, egyből a mennybe prédikálod, azt hiszem, hogy nem is akart oda menni. Azt mondja, mindegy az, hogy nem a halottnak prédikálok, azt mondja, hogy embereknek, de ne csapd be az embereket. És mondom, miért nem mondjátok meg az igazságot? Úgyhogy sokszor nehéz, meg nem is akarom megbántani, meg nem a fejüket akarom mosni, de Isten úgy elvárja tőlem, hogy tegyek bizonyságot róla, és mondjam meg az igazat. Úgy imádkozzatok majd értem, hogy legyen erőm, és legyek bátor, és ne féljek. Mert biztos, hogy ha még így folytatódik ez a világ, el az idő, amikor minket fognak üldözni, hogyha az igazságról fogunk beszélni. De Isten most ad időt, hogy fölkészüljünk, hogy legyünk erősek és bátrak. Hát ilyen szeretnék én is tenni. Erős katonája és harcosa Jézus Krisztusnak. Ezt kívánom szívemből, hogy ti is így szolgáljátok az Urat, ott, ahol vagytok, azon a területen. Mert mindenkit Isten oda helyezett, de Istennek terve van velünk. Terve van. Én azt látom, hogy ott kell ténykedjek. Gondoltam, amikor megtértem, hogy elmegy prédikátornak, kapok egy gyülekezetet és ott prédikál. Azt mondja, Isten, nem arra hívtanak el téged. Ott temetőben prédikál. A szegény embereknek, akiknek meghalt, ott van a hűtőszekrényben hozzátartó, és azt mondja, Laci, meghalt az éjszaka, a kisfiam autóbalesetben, és szeretném megnézni. És akkor tudjátok, hogy kihúzom a tárcát, és ott nem jó róla beszélni, hogy mi történik ott, hogy sokszor mentőt kell hívjak oda, mert összeesnek, meg elájulnak. És ezeknek az embereknek kell szolgálni. És mondják ott a kollégáim, és Laci, ezt nem csinálnám, hogyha ha akármennyit fizetnék. Nem bírnám csinálni. És tudjátok, én meg szeretem csinálni. És szeretek segíteni az embereknek. És nem oda helyezett, és ezt kell csinálni. Ezt kell csinálni. Amíg ő visszavonja az ő megbízatását. Hát ezt kívánom szívemről is, hogy ti is szeressétek az Úr Jézus, mert olyan jó vele járni. Én éjjel-nappal őt követem, őt szolgálom, és annyi örömöm, olyan boldog vagyok.
bárhol, elmondom, bemutam a polgármesteri hivatalba, hivattak, na mondom, valamit nem jól csinál, minden én vagyok a felelős. És ott remektem az ajtó előtt, ilyen nagy bőrajtó, és amikor bemelek, úgy van, szerint ül a polgármesteri székbe, így fölemelje a fejét, azt mondja, gyere ide elém. És egyszerűen nem tudom, hogy honnan, mondom neki, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. És nem ül a család, azt mondja, hogy úgy legyen. Nem bántok. És tudjátok, mi történt? Megszólalt a csengő hang, ami azt mondja, hogy a Titanicról letöltöttem azt a zenét, hogy hadd menjek Istenem mindig fejlődni, akkor húzza a muzsikát. És az mikor meghallotta a polgármester, letermett. Nem tudott megszólalni. És azt mondja, hogy nevet föl. Hadd, hogy hallgassam végig. És ahogy húzza a zenész, azt látta, hogy a polgármester így hagyja le a fejét. És azt mondja, te nem vagy semmi. Még a csengő hangod is a gyászene szól. És tudjátok, alkalmat kaptam arra, hogy beszéljek neki. Ott a hivatalban. Ott álltak a sorba az emberek. És beszéltem neki Jézus Krisztus. Nem zavart ki. Aztán elrendeztük az ügyeket és elbocsájtott. Dicsőség Istennek. Örömmel végzem és örömmel teszem ezt. Áldjon meg az Úr Jézus benneteket. Bocsássatok meg, hogy hosszú voltam, de úgy érzem, hogy olyan hosszú az az egyhallgat. Olyan jó úgy beszámolni arról, hogy hogy vezet Jézus Krisztus, és hogy vele járni ezen az úr, mennyi minden történik, dicsőség neki. Csak az övé a dicsőség, nem az enyém, az övé. Ő érte teszem ezt. Amen. Amen.